Na. Cső, gyerekek. Szasztok. Röviden egy kis információt szeretnék megosztani azokkal, akik a ennek a típusnak, a TS-142-es traktornak a vásárlásán gondolkoznak. Mégpedig csak a hasznos méreteiről szeretnék információval szolgálni. Ugye esetleg, ahogyha utánfutóra akarod rakni, vagy rámpára állni, de egyébként igazából a rámpa az tök mindegy, mert azt tudod variálni, viszont az utánfutót nem. Ugye a szélessége, vagy hát a igen, a hossza, a teljes hossza a gépnek az 150 cm. Akkor ugye hát ugye azért én most azért mértem keréktől kerékig, mert igazából a motortér az úgy annyira az utánfutón nem lényeges, hiszen az egy kicsit domborultabb, ugye? A leglényegesebb az inkább a keréktől kerékig. Na és akkor most mérjünk egy szélességet szintén keréktől kerékig. Keréktől kerékig 85 cm szélességű a traktor. Tehát még egyszer, a hosszúsága 150 cm, a szélessége pedig 85 cm. A magasságát azt én most üléstől nézem, de egyébként meg teljesen, hát nem muszáj üléstől nézni, de én most üléstől nézem. Az üléstől mért magassága az 97 cm. Tehát én azt gondolom, hogy akkor így már mindenki el tudja dönteni, hogy milyen utánfutóra van szükség ahhoz, hogy egy TS-142-es típusú TS-142T, ugye twin típusú fűnyíró traktort tudjatok szállítani az utánfutón. Tehát akkor még egyszer összegezve, a hosszúság 150 cm, szélesség 85 cm, a magassága pedig az üléstől számítva, az pedig 100 cm. Úgyhogy ez azoknak szól, akik nagyon fontosnak tartják, illetve sokszor sűrűn szállítják utánfutón. De hangsúlyozom, ez csak erre a traktorra vonatkozik, ugyanis minden traktornak ugye más a mérete, de én most erről készítettem egy kis méretinformációt arra az esetre, hogyha valaki egy ilyen traktorba gondolkodik, és tudja azt, hogy milyen utánfutóra van szükség, hogy felférjen rá. Ez mi? Ja? Jó, tehát így számoljatok vele. Most igazából más méretet így nem tudok róla, mert igazából... Na, jó, ennyi lett volna. Úgyhogy mindenkinek, akinek ez az információ hasznos, az ember, vagyis az a néző, az nézze meg ezt a videót, és
akkor tudja, hogy milyen utánfutó kell akkor a géphez. Na, hát hogyha hasznos volt, akkor iratkozzatok fel, és mindenképpen dobjatok egy lájkot a videóra. Szevasztok!